90 éve született Garai Gábor költő, műfordító. Ez alkalomból volt téma munkássága és költészete az Irodalmi Kávéház Klub február 6-ai találkozóján. Garai Gábor életrajzát röviden ismertette Török Ferenc Klub vezető a találkozó elején, majd bemutatta az 1965-ben Kossuth-díjjal kitüntetett költő munkásságát. Garai Gábor számos tisztséggel bírt, egyebek mellett 1960 és 64 között az Élet és Irodalom versrovat vezetője volt, majd főszerkesztő helyettese, 1964 és 68 között a Magyar Írószövetség titkára, később főtitkára volt, 1981-től haláláig pedig a Látóhatár című irodalmi folyóirat főszerkesztője. 21 verses kötete jelent meg, ezen kívül írt 5 kötetnyi esszét és tanulmányt, van 2 színházi bemutatója, írt 1 verses játékot, 2 drámát, 2 verses útinaplót és 1 kötet elbeszélést, valamint ő írta az 1963-as Hattyúdal című magyar film betétdalait is, ezen kívül angol, német és orosz nyelven beszélt és fordított. Az 1940-es években publikálta első verseit, adi utánzóként kezdte pályáját, majd Szabó Lőrinc volt rá nagy hatással. A költészetet kezdettől fogva az önismeret eszközének tekintette, metsző intellektussal hatolt lelkeménységeibe. Fejlődésének első szakasza 1948-tól 58-ig tartott, Tűnődés a költészetről című vallomásában írt erről az egy évtizedes szélcsendről. Költészetét magas szintű költői technika jellemzi, a művek tartalma pályakezdő költőként alapvetően konvencionális, idilli nyugalom és kevés valóságos életanyag van ezekben a művekben. Később publikált verseiben jelen van a szorongás és a bizalom ellentétes érzése, sőt, kezdettől fogva jelen van verseiben a tragikum érzete is. Ekkor lesz költészetének jellemzője a dialektikus szemléletmód és allegorizáló hajlam, tudatosan éli bele magát allegorikus élethelyzetekbe, például a Messzi verőfény című versben Odysseus helyzetébe. Később az emlékek és a korhoz kötött mondanivalók egyre inkább megsokasodtak, körvonalazódott a gondolati megismerés igénye, a racionális hajlandóság. Árzpoétikáját ő maga így fogalmazta meg. Ösztönöst, e tűnő akaratlant próbáld a tudat csapdájába csalni. Török Ferenc elmondta az 1960-as, 70-es évek elkötelezett magyar költészete elsősorban Garai Gábor munkásságában öltött testet. Közéleti költészetét jellemzi, hogy kereső egyéniségről volt szó, akit felháborított a morális lazulás, szerette volna felrázni a társadalom lelkiismeretét, és elítélte az egyéni önzést, a közönyt. Költészetének jellemző motívuma a nyárvég, körülbelül 50-60 versében foglalkozik a témával. A találkozón Török Ferenc egyebek mellett az Evés és a Koránkelők című verseket elemezte.